szülői elvárások tükrében. Milyen elvárásokat támasztanak általában a szülők a gyerekeikkel szemben? Rengeteg elvárás van, amit szülőként a gyerekeinkkel szemben tudunk támasztani. Hát egyrészt már amikor, még mielőtt a gyerek megszületett volna, hogy milyenné kellene váljon, hogy hogyan nézzen ki mondjuk a fizikai sajátosságok szempontjából, milyen kognitív képességei legyenek, milyen pályát válaszol, milyen párt válaszol, és még a gyerek konkrétan, lehet, hogy még meg sincs fogalma, de már egy nagyon erőteljes kép ott van vele kapcsolatosan, hogy ő milyen kell legyen. Másrészt, amikor a gyerek megszületik, akár a fejlődésével kapcsolatos elvárások, hogy milyen tempóban ugorja meg ezeket a fejlődési lélektani állomásokat. Rengetegszer látjuk ezt a felüllicitálást szülők körében, hogy az enyém már jár, és az enyém kúszik, mászik, de az enyém már váltott lábbal megy fel a lépcsőkön. Tehát olyan, mintha ez valamit bejósolna, hogyha valaki hamarabb vagy később lépne ugye előre ebben a tekintetben, és szerintem a nagy súly az elvárásokkal kapcsolatosan, ez kisiskoláskortól kezdődik, amikor a gyerek teljesítménye konkrétan mérhetővé válik, hogy akkor mi az, amit letesz az asztalra, és olyan, mint hogy a szülő a saját kompetenciáját látná visszaigazolódni abban, hogy a gyerek jól teljesít egyik vagy másik téren, és ugyanúgy ennek a másik oldala, hogyha a gyerek mit tudom én, nem jó matekkes, vagy nem elég jó a mozgás koordinációja, meg stb., akkor olyan, mint hogyha ő nem tett volna meg eleget azért, hogy ezek mind jól fejlődjenek, miközben tudjuk, hogy a multifaktoriális intelligencia elméletben vannak bizonyos kompetenciáink, amik jól működnek, és vannak adottságaink egyes területeken, és vannak olyan dolgok, amiket bármennyit fejlesztünk, vagy hogyha valakinek nincs hangja, most fejleszthetem, de nem lesz belőle operaénekes. És ezt nagyon sokszor a szülőként el kell fogadni azt, hogy amit én megálmodtam, és mondjuk maga, ami a realitás, hogyha kettő között különbség van, attól még nem lesz úgymond rossz a gyerek, vagy nem teljesítő, hanem lehet, hogy egyszerűen más területen lesz ő kimagasló. Miről szólnak valójában ezek az elvárások? Ezek az elvárások mindig az önmagunkkal kapcsolatos elvárásoknál kezdődnek, és nagyon-nagyon érdekes, hogy pontosan azok a szülők lesznek ilyen hatalmas mércével a gyerekük irányában, akik maguk már megfogadták, hogy ők biztos ilyen szülővé nem fognak válni, mert ők maguk is megtapasztalták ezt a hát ezt a nagy nyomást, ami ugye ránk nehezedik abban a helyzetben, amikor a szeretet az nem csak feltétlen, hanem feltételes, hogy akkor szeretlek, ha ezt is ezt teszed, ilyen is ilyen teljesítményed van. És ez nagyon gyakran megmérgezi a szülő-gyerek kapcsolatot, hiszen a gyereknek minden percben meg kellene felelni ugye egy kimondott vagy kimondatlan szülői elvárásnak. Milyen következményei lehetnek ezeknek az elvárásoknak hosszú távon? Itt nagyon fontos megjegyezni, hogy kell egyfajta teljesítményelvárás, kell egy igényszint, ami mindig a pillanatnyi lehetőségek fölött van. Mert hogy a túl sok elvárás megfojt, a túl kevés viszont megfoszt. Tehát, hogy nem az elvárás és igények ellen érvelek, hanem pontosan tehát, hogy ez a jó középút, amiben az elvárások egy kicsit a pillanatnyi lehetőségek fölött vannak, mert hogy ebben tudjuk megélni igazából az áramlat élményt, hogy élvezzük azt, amit csinálunk, hogy van benne kihívás is, de ott van a kompetenciánk is, és akkor pont úgy, mint Vygotskynak a legközelebbi fejlődési zóna elméletében, hogy csak egy kicsit fel kell csipeszkedjek, és már ott vagyok, de valamilyen erőfeszítést bele kell tegyek, és van valaki, aki el is várja tőlem ezt az erőfeszítést. Viszont abban a helyzetben, amikor akkorák az elvárások, hogy nekem esélyem sincs teljesíteni, akkor csak egy szorongás marad mögötte, meg egy csökkent önbecsülés, önértékelés, hogy én nem vagyok képes, én ezt nem tudtam megtenni. Hogyan terelje egészséges mederbe a szülő a gyerekével szemben felállított elvárásait? Ahhoz, hogy a gyerekünkkel szemben reális elvárásaink legyenek, egyszer mindenképpen a saját történetünkben kell szembenézzünk, a saját magunk irányába támasztott elvárásokkal, meg azzal is, hogy mi az, amit elvártak tőlünk, mi az, amit mi teljesítettünk ezekből az elvárásokból, és nem is az a gond, hogy teljesítjük. Akkor van a gond, amikor valahogy a lelkünk mélyén egy ilyen kényszerpályán vagyunk, és
és mondjuk egy életközép válság körül döbbenünk rá, hogy nem is a saját életünket éltünk, hanem anyukánk vagy apukánk elvárásai szerint haladtunk a saját életutunkon. És ez a krízis, ez mindenkinek az életében ott van, hogy megkérdőjelezi, hogy helyemben vagyok-e, saját történetemet élem, hogy a saját elvárásaimnak felelek meg, és akkor tudok reflektálni egy kicsit arra, hogy vajon a gyerekkel szemben is mennyire támasztottam irracionális elvárásokat. Ez mindig a visszajelzésekből építkezik, nagyon sok gyerek visszajelez ezekben a helyzetekben, hogy ez most nem egy jó irány, és kérdés az, hogy én meg tudom-e hallani ezeket a kritikákat, visszajelzéseket, mondjuk el tudom-e fogadni, hogy bár a gyerek tehetséges mondjuk egy sportban, de nincs annyi érdeklődése, hogy ő most oda menjen, vagy valamiért unja, vagy nem szeretné, hogy én akkor ezt az elvárás alól fel tudja menteni annak dacára, hogy mondjuk már a gyerek megszületés előtt megálmodtam, hogy híres balettművésznő lesz. Mert hogy nagyon sokszor itt látom ezt a fajta ellentmondást, hogy az, amit megálmodtunk, és az, ami a realitás, ami a saját elvárásunk és a gyerek elvárás, hogy a kettő között, amikor konfliktus van, akkor melyik fog győzni. Mert hierarchia, meg hatalmi harc szempontjából persze, hogy a szülő áterültethet mindent a gyerek életén, csak egyáltalán nem biztos, hogy ezek az elvárások meg igények a gyerek érdekeit fogják szolgálni.